átadták a felújított Kodály intézetet, vasárnap már megnyitják az új tanévet is. Az Európai Sporthét keretében nyitott napot tartottak a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. Átadták a legszebb konyhakertek díjakat a Málnás kertben. Jó estét kívánok! Önök a hírórában a híres híreket látják pénteken 19 órakor. Ma délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a felújított Kodály intézetet, a volt Ferences Kolostor épületét. Két nap múlva a tanévet már az új helyen kezdik meg a hallgatók. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes államtitkárai, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vezetői, Kecskemét megyei jogú város polgármestere, országgyűlési képviselők, valamint a városban dolgozó társintézmények vezetői jelenlétében ma délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a Kodály Intézet felújított épületét. Az ünnepség az intézet udvarán az ikonikus hársfa alatt kezdődött, a Kodály Intézet hallgatóiból álló kórus meglepetés műsorával. A gyönyörűen felújított nagy teremben először Kutnyánszky Csaba egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese méltatta az eseményt. Majd Nyúl Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magas építését felelős államtitkára szólt elismerően az építők munkájáról. Őt Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára követte. Szemereiné Pataki Klaudia a Kodály Intézet különleges, kiemelt fontosságát hangsúlyozta a város és az itt lakók életében, rövid ismertetőt tartva a zenével foglalkozók nagy számáról és a 40-nél is több énekkar szerepéről. Nagyon alapos és gyönyörű értékmentő munkát végeztek a kivitelezők is, de hát az itt élő módszertan, zenei oktatási módszertan, ami az épület falai között megtalálható, azt meg mi sem bizonyítja jobban az életképességét, hogy nagyon-nagyon sok külföldi hallgatói érdeklődés van, és több százan jönnek ide Kecskemétre, ebbe a kis drága kőbe, az épület falai közé, hogy nagyon kiváló zenei tanulmányokra tegyenek szert. A beszédek végén dr. Rajk Judit, a Kodály Intézet igazgató nője egyedi emlékérmeket adott át a tervező és a kivitelező képviselőinek, valamint a Zeneakadémia korábbi rektorának és a polgármesternek. A vendégek ezt követően szakmai vezetéssel végigjárták a felújított épületet. A Kodály Intézet új tanévét szeptember 29-én nyitják meg 53 külföldi hallgatóval a megújult, korszerű bútorzattal és oktatástechnikával felszerelt egykori kolostor épületben. 22 kiállító 80 munkakört kínált a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályának mai állásbőrzéjén. A kiállítók az italgyártástól a honvédségen, a mezőgazdaságon át az autóiparig minden munkakörben bemutatták kínálatukat. A rendezvényhez idén az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa is csatlakozott. Ismét zsúfolásig megtelt álláskeresőkkel a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal Klapka utcai foglalkoztatási osztálya. Ma szervezték meg ugyanis a már hagyományosnak mondható állásbőrzét, amelyre most is érkezett új kiállító. A rendezvényt Cseh Tamás, a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal Kecskeméti járási hivatalának vezetője nyitotta meg, aki kitért arra, hogy a munkaerőpiacon dinamikus növekedés látható, és ezért is fontos ilyen eseményeket szervezniük. Megjelentek új kiállítók is a programon, mint például az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, vagy éppen a szervező kormányhivatal is. Az érdeklődők a 2024-ben megjelent Európai Uniós pályázati lehetőségekről is megtudhattak minden fontos részletet. A Gino Plus 4.1.1 ifjúsági garancia plusz munkaerőpiaci program a 30 év alatti álláskeresőknek nyújtanak segítséget szolgáltatásban, támogatásban. A GINOP Plus 3.1.1 munkaerő kínálat fejlesztése, bővítése a 30 és 50 év közötti álláskeresőket szólítja meg a béltámogatással, mobilitási támogatással és a képzésekhez kötődő támogatásokkal. Idén is nagy érdeklődés volt a Kecskeméti Szakképzési Centrum iránt, hiszen az álláskeresőknek számos lehetőséget kínálnak.
Olyan álláskeresőknek biztosítunk piacképes képzéseket, amiket gyorsan, tehát ez azt jelenti, hogy akár 2 hónap alatt is el lehet végezni, ingyenesen a számukra, és mind olyan munkáltatói igények alapján került összeállítva az álláslista, akik itt is itt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek adott pozícióra nincs megfelelő végzettsége, akkor a kormányhivatalon keresztül a szakképzési centrum fogja biztosítani azt, hogy akár 2, akár 3, lehet egy fél év után megfelelő végzettséggel rendelkezzen. Az autóipartól a mezőgazdaságig nagyon széles palettán számos munkakörben kínáltak állás lehetőséget. 22 kiállító érkezett, akik 80 munkakörbe, összesen 240 főt keresnek. Gyilkossági kísérlet történt pénteken reggel a március 15-e utcában. Egy lépcsőházból kilépő asszony szúrt meg az élettársa, aki később végzett magával. Rendőrök érkeztek ma reggel a március 15-e utcába. A helyszínelő technikusok az egyik lépcsőház környékét is lezárták. Az ottani pékség előtt véres ruhadarabok hevertek. Egy férfi támadt rá 8 óra előtt nem sokkal élettársára, akit információink szerint nyakon szúrt. Kecskeméten a Széchenyi városban péntek reggel az egyik lépcsőházból kilépő asszonyt élettársa egy késsel megszúrta, majd elmenekült a helyszínről. Kollégáim nem sokkal később megtalálták a férfit, aki egy közeli fás területen öngyilkos lett. Az asszonyt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság jelenleg emberölés kísérlet miatt indított nyomozást. Információink szerint a rendőrök a Nyíri úton találták meg a férfit, aki felakasztotta magát. Úgy tudjuk, hogy az asszony állapotát stabilizálták a kórházban. Pénteken délben Kecskeméten is elkezdődött a Pszichárt 24 művészeti maraton. Az ifjúsági otthon tükörtermében szombat délig alkotnak együtt mentális betegek, hozzátartozóik, gyógyítóik, segítőik, művészek és a nyitott szívű érdeklődők, a Kecskeméti Kórház pszichiátriai osztálya és a Főnix Madár Egyesület szervezésében. A művészeti maraton ezennél minket 12 órakor elstartult. Országos körkapcsolással pontosan 12 órakor vette kezdetét az ifjúsági otthon tükörtermében a Pszichárt 24 művészeti maraton. A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház pszichiátriai osztály és járóbeteg szakellátásának munkatársai és a Főnix Madár Egyesület jóvoltából egészen szombat délig várják a közös alkotásra az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy pozitív közösségi élményt teremtsenek a mentális betegséggel élők és hozzátartozóik, valamint az erre nyitott érdeklődők számára. Ezzel is harcoljanak a pszichiátriai betegségek megbélyegzése ellen. Ez egy célzott antistigma program, a Budapesti Moravcsik Alapítvány hívta életre. Ebben az évben is az ország több helyszíne kapcsolódik össze, egy 24 órás festő maraton program keretében. A festészet azért, mert a kreativitást, a lélek szabad kibontakoztatását jelképezi. Maraton azért, mert a kitartásról szól. Az ünnepélyes megnyitón elsőként Mátyási Adrián, a pszichiátriai osztályvezető főorvosa köszöntötte a megjelenteket, majd a városvezetés nevében Pap Zsolt képviselő, a Szent Györgyi Albert Technikum igazgatója kívánt jó alkotást mindenkinek. Dr. Lénárt Endre, a kórház főigazgatója köszöntőjében kifejtette, hogy hisznek a gyógyítást kiegészítő eszközökben, így a művészet gyógyító erejében is. Megköszönte mindazok munkáját, akik részt vesznek a művészeti maraton szervezésében megvalósításában. A megnyitót követően 7 országos helyszín körbe kapcsolásával kezdődött el a közös alkotás. A szervezők bíznak abban, hogy idén is legalább olyan jó hangulatban telik majd az esemény, ahogyan tavaly. Mindannyian fantasztikus sikerként élték meg az első művészeti maratont, amelyen több mint 300 alkotás született. A nagy érdeklődés arról szólt, hogy Kecskemét egy befogadó város, és nyitott szívvel hajlandó egy kicsit formálni a gondolkodását azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a mentális betegséggel élni. A szakemberek, gyógyítók, ápolók számára fantasztikus élmény volt a közös alkotás. Még inkább összekovácsolta őket ez a program, de a betegektől is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak. Barátságok, ismeretségek szövődtek, kapcsolatok jöttek létre, és hát a betegek szemszögéből nézem, a betegeink szemszögéből nagyon sok olyan visszajelzés volt, hogy mennyire jó volt úgy együtt lenni, hogy nem voltak mások, mint bárki más. És ez lenne a program lényege.
Idén is nagy érdeklődés övezi az eseményt, több mint 100-an regisztráltak előzetesen, de szívesen várják a 24 órás művészeti maratonra azokat is, akik regisztráció nélkül érkeznek, hiszen minden érdeklődő, minden festmény hozzájárul a mentális betegséggel élőkkel szembeni előítéletek lebontásához. Az 1956-os forradalom vértanúja dr. Szobonya Zoltán halálának 66. évfordulója alkalmából három helyen tartottak megemlékezéseket és koszorúzást Kecskeméten. Tegnap délután a Bács-Kiskun vármegyei büntetésvégrehajtási intézet oldalánál gyűltek össze megemlékezni az egykori hős jogászról. Hol van itt bármi, ami törvényes? Hamis a nyomozás, hamis a vád, komédia, tárgyalás és az ítélet. Szobonya Zoltán unokája verset tisztelget nagyapja előtt tegnap délután a Bács-Kiskun vármegyei büntetésvégrehajtási intézet falán elhelyezett díszkoszorúnál. Az 1956-os forradalom vértanúját 66 évvel ezelőtt a börtönudvarán végezték ki. Halálának évfordulója alkalmából csütörtökön Kecskeméten három helyen emlékeztek meg róla. Az, hogy a Kecskemét városa, illetve pontosabban Bács-Kiskun megye néhány évvel ezelőtt emléklappá nyilvánította az ő halálának a napját, ez egy óriási dolog, és én azt gondolom, hogy ezt a példát kellene nagyon sokaknak követni, mert 1956 névtelen és nevesített hősei sokszor a feledés homályában mennek, és ez nem jó. A délután 4 órakor kezdődő megemlékezésen részt vett dr. Szakály Sándor, Széchenyi díjas magyar történész, valamint Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, milyen szembenézni a halállal, hiszen ő néhány évvel ezelőtt a Covid vírus miatt élet-halál között lebegett. Idegen fölkészülni, az első gondolat mindig a mélységes szomorúság. Hogy itt kell hagynom ezt a szép világot. Itt kell hagynom a gyerekeimet, a feleségemet, itt kell hagynom mindenkit, aki nekem fontos volt is. Miért pont én? Miért pont így? Az ünnepségen beszédet mondott Szobonya Zoltán lánya is, aki azt mondja, ezek a rendezvények nem csak felemelőek, de felkavaróak is számára, hiszen minden alkalommal újra fel kell elevenítenie a pillanatot, amikor édesapját utoljára látta. Elmentünk a másodfokú tárgyalás után, hogy elbúcsúzzunk tőle, de nem engedték, és így csak távolról inthettünk neki, ahogy csíkos rabruhában két börtönőr kísérte, búzsba kötve, a keze meg volt bilincstelve, és a lábához láncolva, és így a földig hajolta, hogy ment a rabszállító felé. Szobonya Zoltán ügyvéd volt, a jánoshalmi és mélykúti forradalmat vezette, a polgári demokráciáért küzdött, de politikai ellenfeleit is megvédte. 1958-ban Kecskeméten végezték ki, 48 évesen. Kossuth rosszul tudta. Nem Széchenyi, hanem Szent István volt a legnagyobb magyar. Jelentette ki Farkas István lúpusz atya csütörtökön Kecskeméten a Kölcsey kör negyedik pódium beszélgetésének vendégeként. Hazánk szent családjáról, Szent Istvánról, Gizelláról és Imre Hercegről számos történelmi érdekességet megtudhattak az érdeklődők a piarista atyától, de természetesen a hit az egyház iránti elkötelezettség állt előadásának fókuszában. Farkas István lúpusz atya volt a Kölcsey kör kecskeméti tagozata 48. pódium beszélgetésének vendége csütörtökön délután. A piarista tanító történelmünk meghatározója a szent család. Szent István, Gizella és Imre címmel tartott érdekfeszítő előadást a Kocsispál mezőgazdasági és környezetvédelmi szakközépiskola dísztermében. Elsőként államalapító királyunk Szent István Istenhez fűződő viszonyáról beszélt lúpusz atya. Kifejtette, Kossuth Lajosnak nem volt igaza, a legnagyobb magyar nem Széchenyi István volt, hanem Szent István. Jelmondatuk azonban közös volt, miszerint ha Isten velünk, ki ellenünk. Farkas István leszögezte, István királya valaha volt legnagyobb magyar államférfi. Tévedés azonban azt gondolni, hogy politikai számításból vette fel a kereszténységet. Sokkal inkább belső meggyőződésből tette ezt, hiszen a keresztény egyházban megtalálta élete értelmét. Ezt igazolja az is, hogy bőjtölt éjszakákat imádkozott át, emellett jótékonyság és a missziós lelkület is jellemezte. Erről tanúskodnak a róla fennmaradt legendák is. Lúpusz atya részletesen szólt arról, milyen fontos szerepe volt Boldog Gizellának a szent családban. A bajor hercegnő szeretett volna belépni a bencésekhez, szemlélődő apácának, akkor érkezett a felkérés, hogy legyen a kereszténységet felvállaló István felesége. Mindvégig méltó partnere volt Szent Istvánnak, miután elveszítették gyermekeiket,
A szenvedést is el tudta fogadni Isten kezéből. A Magyar Diáksport napja alkalmából gyalogtúrát szervezett a mai napra a Kecskeméti Református Általános Iskola. A 13 kilométeres kirándulás célpontja az egyházközösség missziós központja, az Emmaus ház volt. Ezen a pénteken is korán keltek a Református Általános Iskola diákjai, de a szokásos péntek reggeli áhítat a lelki bemelegítés után tanítás helyett 3 évfolyam számára a túra előtti rövid átmozgatás következett az iskola udvaron. A Magyar Diáksport napja alkalmából ugyanis 13 kilométert tettek meg ma a felső tagozatos tanulók. Tóth Attila igazgató vezetésével több turnusban indultak a csapatok a Szabadságtérről reggel 8 óra tájban, majd a Békéscsabai út felé vették az irányt Kisfáin át egészen a Nyárlőrinci Emmaus házig. A magyar ötletből létrejött Európai Diáksport napja az európai sportesemények csúcstartója, melyek keretében a legtöbb gyermek egyszerre sportol. A projektvezető Magyar Diáksport Szövetség az Európai Unió mozgásösztönző tevékenységének zászlóhajója elkötelezettek az iránt, hogy minél több országban szóljon szeptember utolsó péntekje az egészségtudatosságról és a minőségi testmozgásról. Útközben a refis diákok óránként játékos feladatokkal tarkították a gyaloglást, melyet mindössze 2 pihenő szakított meg, visszafelé pedig vonatra szálltak a vándorok. A célba érve fiataloknak szóló dicsőítő istentiszteletet tartottak a diákoknak, így a sportnap mellett egyfajta zarándoklatként, lelki felfrissülésként is szolgálhatott az esemény a résztvevők számára. Hiszen az Emmaus ház mottója az idei látogatók számára, hogy az emberek ezen a helyen elcsendesedve találkozhassanak az Úr Jézus Krisztussal, új életet nyerjenek, és ebben az életben erősödjenek és növekedjenek. Több mint 120 gyermek focizott önfeledten ma a Széktói stadionban. Most szervezték meg ugyanis a Grassroots napot, a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots osztálya és a Kecskeméti TL kezdeményezésére. Gyerekek lepték el ma a Széktói stadion egyik pályáját. A mai napon szervezték meg a Nemzetközi Grassroots hét ünnepléseként, valamint a Magyar Diáksport napja alkalmából a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots osztálya és a Kecskeméti TIE új kezdeményezésére a Grassroots napot. 3 iskolából több mint 120 gyermek érkezett a stadionhoz, hogy megismerkedjen a focizás minden szabályával. 10 állomáson összesen 8 edző tanítgatta a fiatalokat. Perce voltak olyanok is, akik sokat tudtak a sportról és a kellő mozdulatokról. A nap első felében stadion túrán járhattak a fiatal sportolók, majd elkezdődtek a játékok, valamint a fenntarthatósági előadás is. A fesztivál hangulatú torna egyik meglepetése az NB1-es csapatból érkező 4 KTE focista volt, akik szívesen megválaszolták a gyermekek kérdéseit, és aláírták a pólókat és a kulacsokat is akár. A program a klubok helyi közösségekkel való kapcsolatát kívánja erősíteni, és az ott betöltött szerepüket szándékozik hangsúlyozni. A gyerekek a találkozó mellett a program végén a holnapi KTE mérkőzésre kaptak jegyeket, a magyar válogatottól dedikált kártyákat és többek között focis könyveket. A tervek szerint a jövőben is szervezenek még Grassroots napot, hiszen fontos a sportolás és a közösség összekovácsolása is. Az Európai Sporthét keretein belül nyitott sportnapot tartottak ma a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. Az eseményt a Kecskeméti Sportiskolát és a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémiát működtető Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Rendezte. A nyitott sportnap a Sportoló Nemzet program része, melynek célja, hogy támogassa a fizikai aktivitást és ösztönözze a rendszeres sportolást. A program első állomása a Neumann János Egyetemen volt, ahol egy közös bemelegítés után egy futóversenyen lehetett részt venni. 2024 métert kellett lefutni az egyetemtől az atlétikai centrumig. Itt már az esemény keretében tartott sportág választón több mint egy tucat sportág alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők 18 aktív ponton, valamint olimpikonok előadását hallgathatták meg. Az Európai Sporthét remek lehetőséget biztosít arra, hogy együtt, közösségi szellemben kipróbáljunk különböző sportágakat, és közösen tegyünk az egészségünkért. Kecskemét városa 12. alkalommal csatlakozott a legszebb konyhakertek elnevezésű Magyar Örökség Díjas országos programhoz. A díjátadó tegnap délután a Málnás kert közösségi kertben tartották meg.
Kicsik és nagyok kertje, példaértékű kert, a nagymama és unoka kertje. Ilyen és ehhez hasonló szlogeneket kaptak a pályaművek, amelyekkel a kertművelők jelentkeztek a versenyre. Májusban indult el a pályázat, amelyre a kicsi balkonkertektől egészen a nagy közösségi kertekig várták a jelentkezőket. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében idén 12. alkalommal rendezték meg a legszebb konyhakert versenyt Kecskeméten, amely egy magyar örökség díjas országos program része. A legszebb konyhakertek minden évben ad egy szlogent itt az éves programnak, és most a sokszínűség volt a szlogen, hogy igazából az volt a cél, hogy minél többféle fajta zöldséget, gyümölcsöt termeljenek a kedves kertművelők, és így most ez adta nekünk a mankót. A városban meghirdetett versenyre 3 kategóriában 8 kerttulajdonos, összesen 125 kertjét nevezte be, többek között normál, 50 négyzetméter feletti zárt kert vagy közösségi kategóriában. A legfiatalabb kertművelő 2 éves, a legidősebb pedig 81 éves volt. Figyelemfelhívás arra, hogy jó ezt a tevékenységet végezni, és biztatunk mindenkit, és bátorítunk arra, hogy kezdjen el kertet művelni. Akinek kis balkonja van csak otthon, egy cserében ültessen el egy kis magot, és nevelgesse azt a kis növénykét, rengeteg öröme lesz benne. A zsűri tagjai Győri András Kecskemét megyei jogú város főkertésze, Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkára, valamint Kocsis Pál, a Mátyás János borrend nagymestere volt. Az eredmény hirdetésen ügyeltek arra, hogy minden jelentkező díjjal térhessen haza, ezzel is ösztönözve mindenkit a további kertművelésre. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Átadták a felújított Kodály intézetet, vasárnap már az új tanévet kezdik meg a hallgatóik. Nyitott sportnapot tartottak a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. A résztvevők 2024 métert futottak, majd több mint egy tucat sportág alapjaival ismerkedhettek meg. A legszebb konyhakertek versenyre 3 kategóriában 8 kert tulajdonos 125 kerttel nevezett be. A legfiatalabb kertművelő 2 éves, a legidősebb 81 éves volt. 22 kiállító 80 munkakörbe összesen 240 főt keresett a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal állásbőrzéjén. A rendezvényhez idén az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa is csatlakozott. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Következik a kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz dr. Nagy András, a Szívbetegekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, akivel a Szívünk napja kapcsán beszélgetünk, majd következik a Gazdasági Ablak legújabb adása. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hírös.hu. A híres híreket 20 óra 32 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfő reggel 7 és 9 órakor láthatják. Friss hírekkel legközelebb hétfő este 7 órakor várjuk Önöket. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton csapadékzóna érkezik fölénk, a szél nagy részt mérsékelt vagy élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, délután a 24 és 27 fokot is elérheti. Vasárnap erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen számítani kell esőre, záporra. Az északi-északnyugati szél nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-14,
délután 12-18 fok valószínű. Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Hajnalban általában 5-11 fok várható, délután 14-19 fok valószínű.